Immáron 5. évemet kezdem meg a Magyar Köztársaság Autós Gyorsasági Országos Bajnokságának Forma 3-as kategóriájában. Ez jelenleg Magyarországon a pálya és hegyi versenyzésnek a úgymond teteje, nem szeretem a szót, hogy csúcsa, teteje. Valójában innentől fölfele Magyarországon már nem létezik. Nemzetközi kategóriák felé kell tekintgetni, hogyha Magyarországon az ember Forma 3-ból próbál feljebb menni. Hogyan jutottál el ideig? Ez egy nagyon nehéz, nagyon rögös, először borzasztó költséges utat jelent. Én gyerekkoromban, mint egyébként kortársaim közül rengetegen, imádtam a motocrosst. Ugye Szekszárd tradicionálisan motocross város volt. A idején, ha jól emlékszem, a vizitársulatese működtette a motocross szakágat. És én is, mint minden iskolás gyermek, hát imádtam, rajongtam érte. Szülőkkel, nagyszülőkkel jártunk ki versenyekre, tulajdonképpen ott fertőzött meg a benzinszaga. És voltak kis cross motorjaim, mikor már nagyobb lettem, fiatal ember, de igazán versenyeken soha nem indultam, soha nem volt meg rá sem a megfelelő anyagi bázis, sem talán tehetség sem. És aztán egyszer úgy éreztem, hogy 16-17 éves koromban, talán már több is voltam, hogy elkezdtem félni a motoron, és úgy gondoltam, hogy akkor ennek tulajdonképpen nem sok értelme van, hiszen ha a szórakozás már nem szórakozás, hanem egy rettegés, akkor nem nagyon van miről beszélni. És aztán elmaradt a motorozás, elmaradt a sport. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy igazán ez csak hobbi szinten működött. És valamikor ugye ennek az időszakban én sokak szerint egész komoly szinten zenéltem. Gitároztam, én szólgitáros voltam. Volt elég komoly csapat is, amiben játszottam. Mégpedig melyik volt ez egyébként, hogy rá lehet kérdezni? Hát, talán ami leginkább szívemhez közel állt, az a Titanic együttes volt. Még annak idején talán az utolsó Ki mit tudok egyike volt, amin elindultunk és a televíziós válogatóig jutottunk. Talán nem is ment rosszul a gitározás, azonban ez is egy csapatmunka. És kicsit lehet, hogy az én hibámból is fakadt, elég nehéz velem együtt dolgozni. Annak idején meg fiatalabb voltam, és még nehezebb volt. És ez a zenélés is abban maradt. És aztán elkezdtem újra a gondolatot elővenni a crossmotor kapcsán, de emlékezve az arra, hogy miért hagytam abba, ez elmaradt. És arra gondoltam, hogy ha két keréken félek, akkor miért ne próbáljam meg 4 keréken. Nagyon nagy szerencsém volt, mert annak idején, most 98-99-et írunk, egész magas szinten működött a környékünkön, a Duna mentén, a Duna Kupa nevű autocross bajnokság. Ez a Magyar Köztársaság autocross bajnokságának a másodosztálya volt. És nagybátyámnak, a Kalmár Tibinek volt egy csapata a Duna Kupában, és megkerestem a Tibit, hogy lehet-e nálad versenyezni. Mondta, hogy persze, miért akarsz versenyezni, és furcsán nézett rám, mondtam, szeretnék. És vettünk egy versenytrabantot. És ez elég mulatságosan hangzik, hogy egy versenytrabant, de amikor az ember beleült, akkor már nem volt annyira mulatságos, mert ezek ilyen 45-50 lóerővel bírtak ezek a versenytrabik. És szó-szó, így kezdődött valahol az autózás, tehát Duna Kupa autocross másodosztály trabant. És 2000-ben a Duna Kupa autocross bajnokságának én bronzérmese lettem, és második évemet töltöttem el ekkora trabantban, és úgy gondoltam, hogy váltani kell. És elég nagyra sikerült a váltás, mert egy bukólámpás Toyota Celicába sikerült beleülnöm, amivel... Ez tényleg nagy váltás, tehát igen, ez egy jelentős. Elég komoly váltás volt. Irányokat tekintve, igen. Honnan jött az autó. Igen, és a Celicával autocrossban is indultam, valamint meghívásos rally versenyeken is részt vettem már. És ami nagyon szép emlék a Celicával kapcsolatban, az az, hogy ez egy annyira jó, megbízható autó volt, hogy
tulajdonképpen, ha jól emlékszem, a két évnyi szelikázás alatt azt hiszem kétszer vagy háromszor csúsztam le a dobogóról. Tehát két éven keresztül folyamatosan ment az autó, gyönyörűen ment, és állandóan a dobogós helyek valamelyikét elhoztam. Lett légyen szó akár autókroszról, akár raliról. De valahol nekem a szívem az mindig a Forma 1 körül kóborolt, és tudtam, hogy van Magyarországon formaautózás, de tudtam, hogy borzasztó nehéz oda bekerülni, és elég komoly előélettel kell rendelkezni ahhoz, hogy ez sikerüljön. És egy igen komoly bürokratikus utat bejárva, és az addigi pályám, ha lehet ilyet mondani, pályám eredményeit szem előtt tartva, én megkaptam a licencet, az autóversenyzői engedélyt a formaautós kategóriába, és utolsókat rúgták akkor még a Formula Easterek Magyarországon. A Formula Easterekről azt kell tudni, hogy olyan formaautók, amit volt szocialista országok gyártottak. Ez megint csak elég mulatságosnak tűnik, addig, amíg az ember bele nem ül egy ilyenbe. És én azt gondoltam, hogy én mentem már gyors autóval, én mentem már erős autóval, hát nekem egy 1600 köbcentis formula autó már nem okozhat meglepetést, de bizony okozott. Sikerült, olyan szintű meglepetést okozott, hogy azt mondtam, hogy Jézus Atya, Úristen, hogy ilyen létezik. Ha szabad csúnyán beszélni egy icipicit, akkor az olyan érzés, amikor egy ilyen formaautó elindul az ember alatt, mint hogyha az embernek a gyomra, a belső szervei a hátán akarnának távozni. Tehát brutális gyorsulással bírnak, és bizony meglepett. Meglepett a több száz lóerős szelika után. Valahol itt kezdődött a formaautózás. Ez 2003-ban történt. Tanulni, ugye autózni azért valamilyen szinten kell. Tehát most, hogyha csak itt a közutakra gondolok, akkor ugye tanítják az embereket autót vezetni. Ez hogyan működik az autóversenyzésre? Tehát ott magadra vagy utalva vagy? Tehát ugye autodidakta módon tulajdonképpen sajátítod el a vezetésnek a különböző fortéjait, vagy ez számít, vagy tehetség kell hozzá tulajdonképpen? Esetleg van oktató, tehát hogy néz ez ki ez a dolog? Ez a tehetség, ez mindig egy érdekes dolog, igen, amikor erről esik szó. Nem, és nem csak esetemben, hanem akár kiről beszéljünk. Én azt gondolom, hogy az igazán tehetséges emberek azok a Forma 1-ben vannak. Ő bennük van egy olyan plusz, amit nem lehet megtanulni. Szerintem bennem nincs, és sok más magyar kollégámhoz hasonlóan nincs meg ez a plusz. Egyetlen egy emberben volt meg szerintem Magyarországon, jobban mondva kettőben, az egyik Kesjár Csabi volt, ő már nincs köztünk sajnos. A másik pedig Baumgartner Zsolt, akit én személyesen is ismerek, és nagyon tisztelem a Zsoltot. Sokan nem szeretik, és sokan vitatják az ő Forma 1-es szereplését, illetve annak megvalósulását. Én nem akarok ezzel ennek kapcsán vitába szállni senkivel, mert én ismerem belülről a történetet. Ő egy olyan ember szerintem, akiben megvolt ez a plusz. Ellenben egy kicsit rosszkor, pont rosszkor került oda a Forma 1-be, és aztán különböző egyéb okok is jöttek még, amiért a Zsolt kiesett. Bennem szerintem nincs meg ez a tehetség. Én inkább azt gondolom, hogy ha nem is vagyok ős tehetség, de könnyen tanulok. Könnyen tanulok, és én nem szégyellem megkérdezni az elődeimet, lehet ilyet mondani, az elődeimet. Én nem szégyeltem soha kérdezni Cserkuti öcsit, én nem szégyeltem kérdezni Szász Lacit. Én ezektől az emberektől nagyon sok mindent tanultam. Tehát tulajdonképpen a tudásod ezt táplálkozhat egyfajta ilyen taktikai információkból például? Igen, taktikai információkról is lehet szó, de én konkrétan vezetéstechnikai kérdésekre kérdeztem rá. Én nem szégyeltem. Nagyon sok kollégám van, talán azért nincsenek még ott, ahol én, ha szerintelen lehetek egy kicsit, mert ők bizony, Ők nem kérdeznek, tehát ők meg vannak róla győződve, hogy ők a legjobbak Magyarországon, nincs náluk jobb, és ezért aztán tulajdonképpen minek is kérdezzünk akárkit, hiszen én már ő fölötte vagyok. Nem igaz, nem vagyunk fölöttük, mindig tanulni kell, mert egyébként az ember megáll egy szinten, megragad, és onnantól kezdve csak egyfajta, hát nagyon rossz értelembe vett öntöménezésbe megy át az autósport. Mi az az információ egyébként, vagy mi az, ami mondjuk nekem nagy segítséget nyújtott az autózásban, amit megkérdeztél például? Konkrétan ezt így nem lehet elmondani.
Tehát nekem a Szász Laci, konkrétan a Szász Laci, aki azért egy nagyon-nagyon jó nevű pilóta Magyarországon, ő Európa-bajnokságokat nyert Forma 3-es autóval, tehát nem kis név. Ő tulajdonképpen csapatfőnököm lett 2005-ben. És az eltöltött 3 év, amit együtt töltöttünk a Lacival, az tulajdonképpen nekem egy folyamatos fejlődésről és folyamatos információgyűjtésről szólt. És Laci nagyon segítőkész volt e tekintetben, és még azt hiszem ide lehet sorolni talán Hanap Nisztanit is, aki a csapattársam volt a Szász Motorsportnál, ő pedig a Minardinak volt tesztpilótája. Őtőlük én folyamatosan kérdeztem, tehát nem lehet igazán behatárolni, hogy mi volt az, amit tanultam. Én kimentem a pályára, fél órás edzés volt, kimentem, fél óra alatt mentem, visszajöttem, kielemeztük az onboard videófelvételeket, és folyamatosan kérdeztem. És a tapasztalataimat, amit a pályán éreztem és megéltem, azokat megosztottam ezekkel az emberekkel, és ennek kapcsán jöttek visszafele olyan információk, amiket szerintem saját hasznomra tudtam fordítani. Itt ebben a kategóriában már melyik volt számodra az az időszak, ami mondjuk a legnehezebb volt? Tehát ahol túl kellett élni tényleg. Volt-e ilyen? Volt. Tulajdonképpen minden évet túl kell élni valamilyen értelemben. A helyzet az, hogy nagyon, nagyon kemény a kategória. Nagyon kemény egy Forma 3-as autó. Amikor egyedül vagy vele a pályán, már az maga egy kihívás. Nem félsz egyébként benne például? Tehát félelemérzés az nincsen az emberben? Szerintem hazudik az autóversenyző, aki azt mondja, hogy abszolút nem fél. Természetesen egy egészséges félelemérzet van, és az ember, ahogy sajnos nem lesz fiatalabb, ez egyre inkább erősödik. És ez leginkább talán abban nyilvánul meg, hogy egyre kevesebb kockázatot vállal be, felesleges kockázatot természetesen. A motiváció az mindig megvan, csak ha egy példával akarnék élni, a kisfiam, aki gokartozik, ő 10 éves, ő ha elmegyünk egy tesztre, egy gokart tesztre, akkor ő egy teljesen privát edzésen úgy tud beesni a kanyarokba, mint hogy az élete függene tőle. És ez nálam már másképp van. Tehát én már próbálok a feladatra koncentrálni. Talán ezt nevezhetjük egy egészséges félelemnek. De konkrétan nem parázok. Hajrá, Krisztián! A családod egyébként hogy viszonyult ez a kérdés, azt, hogy autóversenyző vagy tőlem, tehát ez a munkád? Ők kénytelenek elfogadni valamilyen értelemben, de nem. Támogatás meg volt? Hogyne, mindenképpen, a család minden tagjától. Ők valamilyen értelemben beleszoktak. Tehát ugye kezdve a kis Trabitól egészen mostanáig, amikor már tényleg elmondhatom, hogy nagyon gyors és nagyon komoly autókkal versenyzem. Ők beleszoktak, tehát ahogy növekedett a színvonal, az ő megértésük is erősödött hozzá. Említetted az előbb, hogy nagyon gyors autókkal versenyzem, most ezt én, mint laikus kérdezem, hogy mi ez a nagyon gyors? Ez biztos az emberek többsége így tudja, aki követi a formula sportversenyeket, de mi ez a nagyon gyors neked? Ha azt mondom, hogy egy Forma 3-as autónak a gyorsulása az 2,8-2,9 másodperc 100 km per órára, az mond valami. Úgy igen, ez úgy magáért beszél. És a 200 km per órához se kell neki 8 másodpercnél több. Tehát ezek az autók tényleg gyorsan mennek, nagyon gyorsan odaérnek mindenhova, és ami még külön nehézségi fokozat egy Forma autó kapcsán, az az, hogy nagyon könnyen visszaharapnak, tehát ezek nagyon agresszív. Hétköznapi nyelven is divatos szóval azt mondanám, hogy ezek nagyon brutális autók. Történt-e olyan dolog az életedben, ami miatt abba kellett hagynod az autóversenyzést, akár ideiglenesen, és teszem azt, baleset, egyéb körülmény miatt volt-e ilyesmi? Hála Istennek nem. Ez talán köszönhető annak is, hogy én viszonylag későn kezdtem az autósportot. Én 25 éves voltam, amikor az első szezonomat csináltam végig, és akik fiatalabban fognak bele az autósportba, egy kicsit vakmerőbbek, ugye a bátorságról, illetve a félelemről már ilyen értelemben beszéltünk. Én egy kicsit idős voltam már, amikor elkezdtem, tehát nekem valamilyen szinten az óvatosság már akkor is bennem volt, koromnál fogva is. Komoly kihagyást előidéző balesetem nem volt. Természetesen voltak baleseteim, csaptam én is oda nagyon csúnyán az autót. Volt, hogy nagyon megijedtem, de ez hála Istennek mindig csak az ijegység szintjén maradt.
Beszéljünk egy picit Dubajról. Nemrég érkeztél haza, onnan ott milyen verseny is volt, és hát hogyan sikerült, hogy olyan szerepeltetek? Én 2006-ban a Magyar Köztársaság Formula Autó bajnokságának a bronzérmese lettem, és már 2006-ban egy olyan megkeresés jött hozzám a Bóvi Motorsporttól, hogy a dubai 24 órás versenyen vezessem az egyik autójukat. Akkor még visszautasítottam különböző okokra hivatkozva, azonban 2007-ben ez megint megtörtént, ismét megkeresett Bódis Kálmán, hogy vezessem az egyik Porsche-t Dubajban, és egy olyan lehetőséget ajánlott, amit már nem lehetett visszautasítani. Tulajdonképpen a dubai 24 órás verseny az a 24 órás világszériának a nyitó futama. Ebből is fakad és értelemszerű, hogy egy világkupa versenyen vettem részt, ami nekem egy csoda volt. Tehát én szekszárdi csóró gyerekként eljutottam Dubajba, és egy 24 órás versenyen egy Porsche-val állhattam rajthoz, ez óriási élmény volt. Dubaj maga gyönyörű, elmondhatatlan, az 1001 éjszaka meséje, talán így lehetne jellemezni. A verseny pedig óriási színvonalon zajlott, Magyarországon is nyilvánvalóan én már hála Isten megszoktam a jót, megszoktam a szépet, megszoktam a színvonalat, de ez, ha lehet, akkor még ezt fölülírta. Melyik volt a legemlékezetesebb versenyed? Én azt gondolom, hogy ez a dubai 24 órás, ez mindenen túltett. Ez mindenen túltett. Eleve egy 24 órás verseny szerintem nem akármi. Egy versenyautóra jut 3, 4, 5, adott esetben 6 pilóta, mi négyen voltunk. Rátkai Feri, Bódis Kálmán és Miroslav Konopka voltak a csapattársaim. Ők mind olyan versenyzők, olyan sporttársak, akik évek óta, hova tovább, évtizedek óta porséznak. És ő hozzájuk bekerülni tényleg félelmetes érzés volt. És azt gondolom, hogy nem is hoztam szégyent a csapatra. Ha lehet egy kicsit még hozzátenni, hogy sőt, akkor azt most megteszem, hogy sőt. Arra szeretnélek kérni, hogy egy picit jellemezd a magyarországi autóversenyzést, vagy úgy általában a motorsportokat, hogy mi neked erről a véleményed, milyen szinten vagyunk mi itt, azért ott vagy abban a vonalban, ahol már látsz valamit abból, hogy mi a helyzet tényleg e téren. Nehéz jellemezni, vagy bírálni, nehogy Isten magasztalni egy olyan dolgot, amit magam is csinálok. Hogyha a magyar autósportot jellemzem, akkor valamilyen értelemben önmagamat is jellemzem. Ez egy szubjektív véleményt hallunk majd. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy az esetek többségében tudok objektív maradni, de pont ez az a dolog, ami egy kicsit nehéz ilyen értelemben. Szerintem egyébként a magyar autósport, hogyha rövid és tömör akarok lenni, akkor európai szintű. Hova tovább? Én mondhatom azt, hogy néhány esetben világszínvonalú. Amit én nagy problémának érzek, az az, hogy nincs meg a megfelelő médiája, és nincs meg a megfelelő támogatottsága, sajnos. És itt nem feltétlenül szponzori dolgokra kell gondolni, hiszen az autósport nem létezhet szponzorok nélkül. De igazán én hiányolok egyfajta központi segítségnyújtást, egyfajta szövetség felüli dotációt, és ez mindenképpen elősegítené azt, hogy meg is tudja mutatni a magyar autósport, hogy világszínvonalú. Merre mész most, mi a következő állomás az életedben? Itt van a tavasz, elkezdődik a 2008-as versenyszezon, bár én már hála Istennek voltam olyan szerencsés, hogy megkezdtem 2008-at, ugye Dubajban. Magyar bajnokságot kezdjük meg április 18-19-20-án a Hungaroringen. Ami érdekesség lehet ebben az évben, az az, hogy dubai 24 órás verseny megmutatta nekem azt, hogy nem leszek fiatalabb, sem kisebb, és bizony a formaautó az nekem most már a vége fele közeledik. Formaautóban nagyon-nagyon ott kell lenni a toppon, úgy fizikálisan, mentálisan, nem utolsó sorban természetesen anyagilag is, de ez minden kategóriára igaz. És egy Porsche, amit vezettem, az egy teljesen más kihívás, teljesen más felkészülést igényel, és azt gondolom megmutatta nekem az utat a jövőt tekintve,
Úgyhogy ez lesz az az év, ahol minden bizonnyal két kategóriában is fogok indulni a magyar bajnokságban, a formautó kategóriában és a jól megszokott Koloni Nissan nyergében, és előre haladott állapotban van egy Porsche Project is, ugye a Bovi Motorsport színeim a nagy túra kategóriában is elindulok egy Porsche RS volánja mögött. És még egy kérdés, ami bennem így gyorsan felmerült, hogy melyik volt ez az autó ugye pályafutásod alatt, amit a legszívesebben vezettél? Mindegyiket. Én minden autómat szívesen vezettem, ami éppen volt, nekem az volt éppen a szívem csücske, és mindegyikre jó szívvel emlékszem vissza. De azt gondolom, hogy a legnagyobb élmény mégiscsak az autó, ami a legtöbbet szolgált alattam, ez a Koloni Nissan. Nem elképzelhetetlen, hogyha a Porsche-t is annyi szor vezetem majd, és annyi kilométer lesz az idézőjelben fenekembe, akkor hasonlóan a Kolonihoz ezt is a szívembe zárom, de egyelőre még bizony a Forma 3-as az, amit azt mondom, hogy igen, ez volt eddig a csúcs. Meddig versenyzel, versenyezhetsz még? Gondolkoztál-e azon esetleg, hogy mondjuk okítod majd a fiatalabb nemzedéket az autóversenyzésre? Ez egy jó kérdés. Én vagyok olyan szerencsés, hogy a kisfiam érdeklődik az autósport után, hova tovább gokartozik, pár éve már járunk edzegetni, tesztelgetni. Szerintem nagyon gyors. Nyilván nem tudok elfogulatlanul beszélni, hiszen a kisfiamról van szó, de tényleg elmondható, hogy gyors, sokkal-sokkal gyorsabb lesz, mint én. És én addig szeretném csinálni, amíg ő igazán le nem éget engem. Ezen kívül én jelenleg is és évek óta foglalkozom versenyautók bérbeadásával, ami szintén ugye az autósporthoz kötődik. Tehát ha egyszer majd a volánt kiengedem a kezemből és átadom a Dominiknak, akkor természetesen az ő is tápolása mellett talán ezek a feladatok is megmaradnak. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az autósporttól nem fogok eltávolodni soha.